hogyha már nem volt kremáció, akkor hogyha valaki megy temetőbe, akkor nagyon fontos azzal lehet segíteni, hogy viszünk oda valami templomi dolgot. Mindegy ki milyen, keresztény vagy krisnás, szent valamit vigyünk, templomból virágot, virágfűzéreket, vagy szent vízet, vagy szentelt kenyeret, vagy praszádamot, ugye, és akkor inkább, hogyha már ezt követjünk tradíciót, akkor elmegyünk oda, és akkor ott ezt a praszádamot, felajánlott szentelt tárgyokat, vagy ennivalót ajánljunk a léleknek. És lehet, általában sokszor, amikor már el is ment a lélek következő születésre, de hogyha még van, vagy pokolban van, vagy valahol, mert előfordul olyan is, ami nem is annyira ritka dolog ebbe a korba, akkor lehet igen nekik felajánlani, és akkor imádkozni értük. Nagyon jó bármilyen imádot mondani, ugye Krishna tud a tradícióban a Hare Krishna mantrát mondjunk, mert ez nagyon kedvező. És akkor igazából halottak napja sikeres és hasznos volt, hogyha mi nem csak virágot, mert jó, csak virágot, csak hálát, csak az nagyon mindig jó, hála, tisztelet, megemlékezés, az jó, de az nem hat lelki szinten. Az csak ilyen, hogy mondjuk, emberi kapcsolatok szinten. De hogyha mi és hogyha mély tiszteletünk van is, hála, akkor hogyha mi lelki dolgokat hozzunk, akkor mi valójában nekünk segítünk. Ugye? Mert ez a tradíció, az még Indiában is működik, ez a pinda, amikor halottoknak felajánlásokat végeznek, Úr Csaitanya is ezt csinálta, és akkor általában nem a temetőre szokták menni, hanem szent helyekre. Van olyan megfelelő szent hely, mondjuk Indiában, Gája, ahova mindenki oda megy, nem mindenki saját sírhoz megy, saját rokonokhoz, hanem abban a szent helyre, mert azon a szent helyen, hogyha valaki felajánlásokat végez, tiszteletet, ez a pindát felajánlja az elhunytoknak, akkor ők enyhül, akárhogyha szenvedés van, akkor nagyon enyhül, vagy akár felszabadulnak a szenvedésektől. Ez jó, ez egy tradíció, ez fontos, de ugyanakkor mi fontos még ebbe az egészbe? Az fontos, amikor ott vagyok a síron, temetőbe, akkor fontos átgondolni, hogy valamikor az én gyermekem jönnek így hozzám. Szóval én is leszek ilyen helyzetben. Ez egy másik fontos jelentősége ennek a mai napnak. Hogy én ugyanúgy leszek, mikor? Egy pillanat múlva. Az lehet ez a pillanat 20 év múlva, 30 év múlva, de ez egy pillanat lesz, mert hogyha megnézzük, most itt vagyok valakiknek, rokonaim sír mellett, mennyi idő tölt el, amikor én születtem, és most itt vagyok náluk, és ők már meghaltak, ennyi? Akkor még egyszer ennyi, és már az én gyermekeim hoznak nekem felajánlásukat. Ezért ugye Vedanta Sutra mondja, adhata brahma jigyasu, ezért ez az élet, ez rövid. És amikor emberi életet élsz, akkor ajánlj fel az életedet annak, hogy próbáld meg megérteni Istent. Ez fontos, hogy meg kell érteni Istent, kell foglalkozni a lelki élettel. Mert amikor közeledik a halál pillanat, akkor ott számít az, hogy mivel foglalkoztam egész életen keresztül. Mert nincs itt Bhagavad Gita-tok, ugye? Van? Hú, de jó! Köszönöm szépen. Ez az. Baktának mindig szentírással kell járni a világot. 8. fejezet, 5. vers. Arról pront beszél, hogy mi történik halál pillanatban. Itt vagyok, 8-9. Aha.
És akkor azt mondja, Antakale chamamedva, smaram muktva kalevaram. Japrayati samadbavam, yati nast ati samshaya. Samshaya. Azt mondja, hogy antakale, amikor anta, az a vége. Kale idő, mikor vége az időnknek. Ugye ennek a testnek megvan már szabva, hogy mennyi időt töltsünk. És ez lehet 10 év, 20, 40, 80, 100 év. Mikor a vége van, halálpillanat jön, Atmakala Chamameva, Smaram Muktva, Kalevaram, akkor amire fogok emlékezni, az fog bekövetkezni. Ugyanúgy, hogyha én mai nap fekszek aludni, és akkor nem fejeztem be valamit, arra fogok gondolni. És akkor reggel, amikor kelek, azzal fogok folytatni a napomat, ugye? Ugyanúgy kapcsolódik az előző és a mostani életem is a következő, amire gondolom az előző élet utolsó pillanatban, de mire gondolni fogok utolsó pillanatra? Azzal, amivel foglalkoztam az egész nap közben. Ezért, mikor egész élet közben, amivel foglalkoztam, az fog meghatározni utolsó gondolataimat. Mint az este, amivel ma nappal mentem, küzdtem, csináltam dolgokat, ez meghatároz az esti gondolataimat. Na, ez most átment, az sikerült, ez meddig meg kell csinálnom. Vagy egy fájdalmon fekszek, hogy fú, ez most bántották engem. Akkor reggel ezzel kelek, ugye? Ez normál, ez a pszichológia. És ez mindenki működik. A halál és a születés ugyanúgy működik. Hogyha én foglalkozok valami dominált dolgokat a életen át, ez fog befolyásolni utolsó gondolatot. Mert utolsó gondolatot én nem tudok irányítani, nem tudok befolyásolni, nem tudok változtatni, hanem ez adat lesz. Mint a mesélnek emberek, akik klinikai halált átéltek és visszatértek, hogy ebben a pillanatban lejátszik az egész életükről a film részletek. Igen, minden, és semmi sincs elfelejtve, lejátszik, utána végén megáll egy kocka, ez az utolsó gondolat, ami film lejátszott, és akkor ez kihozza egy utolsó gondolatot, az utolsó kockát. És ez egy élmény, ez egy hangulat, bává, itt mondja, hogy bává. Yat prayati samad bhavam. Mert nekünk emlékezetek a hangulat alapján működnek. Élmények alapján működnek. Utána jönnek a képek. Csak egy példát mondom, amikor mi ettünk valahol valamit, külföldön mondjuk, valami finom dolgot, ami tetszett nekünk, volt egy élmény, és utána pár év múlva sétáljunk valahol, és jön az, ennek az illatnak az étel, az ételnek az illata, akkor egy élmény jön fel, és utána jön a kép, igen, ezt ettem akkor ott, de élményt élek át. Szóval mi élmény, a mi emlékezés, memóriánk élmények működik, ugye ez a szamszkárok. Ezért halál, azért ez a filmkocka, ez nem csak egy ilyen lepörög valami, ami mikor vannak olyan felvételek, ami gyorsan váltja egymás után képeket, hanem ez élmények fognak pörögni. Ezt csináltam, azt csináltam, ott jó döntöttem, rossz döntöttem, ez egy ilyen, és átérzel, mikor hibáztál, jönnek a fájdalmak. Az nem csak úgy, hogy lepörög és te semleges vagy, hanem pont az élmények, és utána a végén beáll egy élmény. És erre fogsz gondolni, és akkor ezzel távozol el, és akkor a következő születés ilyen lesz. Ez például, hogyha valaki nagyon ragaszkodott és dominált, mondjuk kutya vagy a macska, akkor fog gondolni, na mi lesz a kutyámmal, most fogok meghalni itt a kutya, ki fog gondoskodni, és erre gondolok, mert ez dominál nálam, akkor következő életben kapok kutyatestet. Ez a törvény. Amire gondolok, akkor az elme azonnal átveszi ezt a formát. Mert az elméink, mint a régi rajzfilmekben, ugye voltak ilyen
valami lények, varázslók, akik tudták alakokat változtatni. Egyszer tigris, egyszer ember, egyszer kutya, ugye? Ugyanúgy az elme képes erre. Amikor emberi gondolatok vannak, akkor az elmének van a formája, emberi test. Amikor állatra, akkor állati test. Szóval ezért ezt befolyásolja. Antakale. Japrajáti szamantba van. Szóval amire gondolod, akkor az lesz velem. És Krishna itt mondja, Antakale, csamam. De azt mondja, aki rám gondol, Antakale, csamam, Éva, aki Istenre gondol, halál pillanatban, akkor el fog jönni lelki világba, lelki szintre. Mert ezt mondja, Antakale, csamam, Éva, aki smaran muktva kaleveram, aki rám emlékszik, akkor ő fog elérni játi nást ati samsaya, atra samsaya, az én lelki szintemet, lelki világba megy. Ezért javasolva van, Krisnét javasolja, mindenki, ugye sokszor mondaná, hát ez nem a mi tradíciónk, ez a indiai, mi azok vagyunk keresztények, mindenki kicsoda. Mi a feladat a vallásoknak? Megérteni Istent. Ez minden hiteles vallásnak, Isten szeretet. Az, hogy az út egy kicsit különbözik, az lehet, úttal különböznek. Ugye mondjuk Kecskemétről Fehérvárra el lehet jönni különböző utakon, nem probléma. Valamelyik rövidebb lesz, valamelyik hosszabb lesz, de lehet. Ezért Krishna javasolja ahhoz, hogy halál pillanat legyen megfelelő, akkor itt fog mondani, tasmát szervesu kalésu mam anusmara judyacsa. Azt mondja, itt beszélt a halálról, az ugye első kettő versben azt mondja, aki gondol rám, emlékszik rám halál pillanatban, az a legpozitívabb hatása lesz, akkor fájdalom nélkül csak kilép a testből, nem lesz félelem, nem lesz semmi halál élmény. Utána mondja ezt a törvényt, hogy aki mire gondol halál pillanatkor oda fog kerülni, ott már, hogyha nem lelki témák vannak, akkor lehet kicsit átélni halál pillanatot, és fájdalmukat, és félelmeket, az lehet. Ezért, hogyha ez ne történjen, akkor azt mondja, tasmát, ezért mam anusmara judyacsa. Mindig próbálja emlékezni rám, és judyacsa, és végezd a kötelességeket. Ugye nekünk van sok kötelességünk, van család, van munka, annyi sok kötelességünk van. De hogy kell csinálni? Úgy kell csinálni, hogy először emlékezünk Istenre. Ezért van ugye, amikor reggel ember fel kell, gyapázik, hogyha tud, énekel, hogyha tud, olvas, hogy legyenek gondolatok Istenről, és így cselekedj. Mert a gondolata fontos, hogyha te emlékszel mindig Istenre, és úgy cselekszel, akkor halál pillanatban képes leszel emlékezni az Úrra. Szóval ez a második jelentőség a mai napnak, ugye a november 1-én, mikor valaki elmegy a temetőbe, hogy tiszteletet ajánlja, meg hálát, meg hogyha valami szent felajánlást teszi a síron az elhunytoknak, és gondolja arra, hogy én is itt leszek. Mert ennek a testnek ez a sorsa, de akkor én úgy cselekszek, hogy mindig Istenre próbálok gondolni a évek során, élet közben, és így utána sikeres lesz a vége. Másik, hogyha valaki szolgálja az Urat, hogyha mondjuk valaki nem tud menni november 1-én valahova sírokra. De hogyha ő szolgál az Úrat, akkor az Úr rendezi minden. Hogyha valaki fel és szabadult, tiszta baktával válik, akkor még akár több generáció visszafele a rokonok felszabadulnak a bűntől. Mert hogyha Úr velem elégedett, akkor
minden, ami velem kapcsolatban van, az minden megtisztul, minden kedvező válik, minden rendezve lesz. Olyan erős, akkor nem kell külön ceremóniákat csinálni. Mert azt mondják, a bakta, a tiszta bakta persze, aki már felszabadult, akinek van Isten irányi szeretet, ő számára már nincs kötelességei. Mert a kötelességnek mi a célja? Az a célja, hogy Úrat elégedetté tegyünk. De egy bakta, már egyenesen szolgálja Úrat, kötelességet végez, főkötelességet, akkor más nem kell, mert többi Úr fog rendezni. Krisna ezt csinálja. Szóval így kedvező napunk ma, igazából menni akár temetőbe, utána jó lenne, ha ki hazajön, lefürödjön, mert az egy temető, nem tiszta hely. Temető után haza kell jönni, levenni kell a ruhát, amivel voltunk temető, mert tele van szellemekkel mindennel, le kell venni a ruhát, és meg kell fürödni, és csak utána vacsorázni. Az a kedve, ez a normális. Igen, és amit viszünk oda, mondjuk, hogyha valaki főz valamit, és felajánlást, prasszádamot viszi temetőbe, és ott ajánlja a rokonoknak, akkor az nem kell utána neki megenni, hanem ott a bokorok, fák alá ki kell önteni, és akkor így oké. Igen. Egy pici, persze, annak mindegy, hogy mennyiség milyen, az úgyis hat, mert a lelki szinten ott végtelen sok energia van. Igen, szóval így lehetne ezeket csinálni, és jó, mindig kell hálás lenni, rokonok, szülők, hozzánk tartozók, akik már meghaltak, mindig kell ez a jó szándék legyen, hogy segítsünk nekik is, ne gondoljunk csak magunkról, és csak a mi gyerekeinkről, hanem ősatyákunkról. Ez mindig is volt gyakorolva, akár nyugati, akár védikus tradícióban, gyakorlatokban. Például Arjuna is azért nem akarta harcolni, elején Bhagavad Gita-ban mondta, hogy megölünk a férfiakat, és akkor nem lesz ki, menjen, nem a temetőben, hanem ezt a pindát, ezt a felajánlást ősatyáknak csinálni. Mert hogyha nem csináljunk ősatyáknak a felajánlásokat, akkor ők, hogyha szenvednek, nem kapnak enyhüléseket. Szóval ez egy fontos, ez fontos dolog. Jó, hát röviden, ennyi gondoltam, hogy inkább hagyjunk kérdésekre egy kis időt. Halljátok? Ja. Akkor az is kérdező, az is ugyanúgy nevezett? Igen, igen. Minden, ami közvetlen kapcsolatban van Krisnával, és arra emlékezni pozitív, lelki tanító mesterre, halálpillanatban emlékezni tökéletes, egy tiszta baktára, mondjuk, hogyha valaki Srila Prabhupádra emlékszik, vagy Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, bár melyik tiszta baktára emlékezni, az egyenlő Krisnára emlékezni, mert ők ott vannak Krisnánál. És még lehet, hogy lelkitanító mesterre emlékezni, még jobb, mint Krisnára. Mert ő fog ajánlani Krisnának. Igen, ő fog mondani, itt van ez a lélek, egész életben téged szolgálta, segített Srila Prabhupád misszióba, kérd le, fogadd el őt. Mert guru keresztül Krisna fogadja el lelkeket. Úgy emlékszem, amikor már Tisztánta Szeresztelő Takurától hitti követ, és akkor őt a tanítványom, és azt mondta, kérdezi a fazon a szemület, azt mondja, semmit nem látom a kocsit. És akkor külön téma, de oda tartozik, hogy meg gurvet nézte, guru murtikat nézte, meg gurvet nézte, és akkor azt mondja, murtikat, igen. Nehéz úgy a japa meditációból is, hogy bevallom, hogy a jó két kör az
Igen, hát nekünk Istent a guru mutatja. Lelki tanító mester, mondja, hát ez nem, ez, mert ő ismeri Istent, ő tudja, és akkor Isten ismeri őt, mert őt az ő gurúja ajánlotta. Ezért engem is fog ajánlani majd Istennek, Krisnának az lelki tanító mesterem. Ezért mondják még a keresztények is, hogy Jézus az út. Nem lehet közvetlenül Isten megközelíteni, mert Isten nem fogadja el. Fogadja a imákat, minden, de amikor egy nagyon közeli kapcsol. Szóval van, úgy van, hogy valamilyen távolság belül Isten személyesen foglalkozik, hogyha imádkozunk, szólunk hozzá, persze van kapcsolatunk, de amikor mondjuk bensőséges köreikbe, az, amikor már ilyen közeli szférába, oda már nem fogadja be. Ott már kell valaki ajánljon. Például mindenki tud beszélni mondjuk egy elnökkel, hogyha ott van valahol konferencián, lehet felállni és kérdés, de bemenni már a palotájába és ott lenni vele közvetlenül dolgokba, oda már kell ajánlatot kapjunk. Ugye? Szóval Istennel ugyanúgy működik, ezért akar ott van, amikor a Jézus kell, hogy ajánljon, nálunk lelki tanítómester kell, hogy ajánljon, mert Jézus is lelki tanítómester. Másképp nem fog menni. És a dzsapával kapcsolatban, amikor dzsapázunk, akkor legjobb nem gondolni semmire, hanem gondolni a mantra vibrációra. Igen. A többi majd jön. Koncentrálni a hangvibrációra, az fog csinálni mindent, fog dolgozni rajtunk. Igen. Volt egy ilyen interjú, hogy a régi, az eredeti Biblia, ami Görögországban, harmadik században jött, hát a Jézus Krisztus nem azt mondja, nem az van írva, hogy csak én vagyok az egyetlen, hanem na, ez nem tudom, hogy is volt, hogy ki az én lelki testvéremnek valami, és én ki az Isten szolgálat, én valami, és én kellett, hogy hát ez most, hogy jön a maradtam, és akkor csak olyan volt, hogy én csak a Jézus Krisztus. Nem, nekünk nem kell senkit meggyőzni. Hogyha valaki mondja, hogy Jézus Krisztus az út, akkor kell bátorítani. Nagyon jó, örülök, hogy te komolyan veszel, és akkor kérlek, akkor vegy is tovább komolyan, és kövess. Akkor nem csak szavak legyenek, hanem legyenek a tettekbe. Igen. Szóval nem is etiket téríteni egymást, hogy ők jönnek hozzánk, és mondanak, minket térítenek, utána mi vitatkozunk velük. Nem. Mert érett ember, ő látja, hogy nincs különbség. Mert mondjuk egy Krisna hívő, hogyha jó gyakorol, ő követi nem csak a Jézus Krisztusnak az utasításokat, hanem a Mózes 10 parancsolatot is. Azt követni. Ebből szempontból, hogyha mi követjünk, akkor mi a különbség? Hogyha mi követjünk a Jézusnak az utasításokat, mert ez a lényeg, nem kiabálni és egy táblát rakni, kit követem, nem az a lényeg, hogy rajtam van egy ilyen kiírás, vagy ilyen kirakom magam mellett ilyen transzparens, vagy ilyen nagy óriás reklámot, én kit követem, hanem akkor vagyok követő, amikor követem, amikor gyakorolok azt, amit ő tanított. És ezért én elején is mondtam most, hogy nincsen ilyen különbség, hogyha Isten megismerése és menedéke Istennel a cél, akkor
út lehet, hogy valami pici részletekben különbözik, de amúgy nagyjából nem különbözik. Mert úgy az is, hogy őszinte keresztény meg tud érteni az Urat. A muzulmán is meg tud érteni, krisnás és zsidó is, mindenki meg tud érteni az Urat, elérni a célt, de itt nem kell vitatkozni, hanem kell tisztelni egymást, és erősíteni, hogyha te követsz a te utodat, akkor az etiket nem rombolni hitedet az utodba, hanem erősíteni a te hitet a te utodban. Az a hiteles, és az a jó. Lehet mondani neki, nem kell mondjuk megváltoztatni a gondolatot, lehet mondani, hát mi követjünk, mivel mi követjünk a mi elveket, és ezek teljesen egyeznek a Jézus Krisztus elvekkel, és még a Mózes 10 parancsolatok, ami követjünk, kérlek, te is kövesd a te, hogyha te a követsz más tradíciót, kérlek, kövesd, nem csak a szavak legyenek, és akkor gyakorlatban legyen. Én csak bátorítom, és nagyon tisztelem téged, hogy te ebbe ezt az utat választottál, és ez egy szent dolog. Ez az etiket. Akkor nem. Akkor megköszönjük neki, hogy megállt és ránk figyelt egy kicsit, és akkor mondjuk neki, hát nézd, most nem lesz vitának eredménye, nem kell vitatkozni, mert a vallásos emberek nem vitatkoznak. Hogyha te egy vallásos vagy, akkor most miért akarsz vitatkozni velem? Én ezt az utat megyek, én nem akarok megváltoztatni, te azt gondolod, hogy démoni úton megyek, oké, de nem hiszem, hogy most neked erőszakkal kell engem meggyőzni. És azért köszönöm szépen a figyelmedet, kívánok neked tovább is, haladj el a te utodon, és viszontlátásra. Mindig, hát egy lelki gyakorló, neki nincsenek ellenségei, ő mindenki tisztel. Más vallású, ateista, démon, és hogyha könyvet osztasz, akkor többféle hangulatú emberrel kell találkozni, de tisztelni, szeretni mindenkit kell. Azért osztunk könyveket, hogy ezt gyakoroljunk. És valamikor beszólnak, valamik, nem baj, akkor is kell gyakorolni, nem baj, hogy mi elfogadjunk. Igen. Anyagi, csak finom szinten. Nem a lelki kapcsolat, amikor lelki világban vagyunk eredetileg, és nekünk vannak örök rokonjaink lelki világban. Mi nem vagyunk árvák, vagy lelki világban nincsen, hogy valamilyen kis sivatag és kóborolnak a lelkek, hanem ugye, mivel láthatjunk itt családokat, itt láthatjunk a házukat, a természetet, és ez az árnyék a lelki világnak. Ez azt jelenti, hogy árnyék mutatja, amikor az én árnyékom fog mutatni formát, ugye az én testemnek, a kezet, lábat, akkor az azt jelenti, árnyék alapján tudhatjunk, hogy az eredetének is van keze, lába. Ugye? Csak mi a különbség? Az árnyékban nem lehet kapni boldogságot. Ebben a világban nincsen boldogság. Ez egy árnyék, az egy igazi lelki világnak. És ott vannak a rokonaink, és ott van öröki kapcsolatunk a rokonokkal, és az a lelki kapcsolatok. Itt ez egy árnyéka annak, ezért itt is vannak rokonaink, de ezek a rokonok nem a lelki kapcsolat, hanem a karmikus kapcsolat, finom szintű kapcsolat.
mert itt lehet, hogy minden életünkben más lélek lesz az anyukánk, apukánk, más lélek lesz a gyermekünk mindig. És akkor, hogyha több millőször születünk, mindig más. Sokszor van, amikor többször találkozunk, de nagyon sokszor, amikor valakivel csak egyszer életbe találkoztunk, egy életbe, és utána sose. Szóval változatos dolog lehet. Szóval nincsen lelki, van ez a karmikus, hogyha valaki már volt nekem ősatyám, vagy én születem egy családba, ahol apukám van, és akkor rögtön lesz kapcsolat nagyapával, az ő apukával, ilyen több generációval már van egy kapcsolatunk. Mert én születtem egy ilyen családba, hogy az én apám az ő gyereke volt, és akkor én hálás vagyok az én apámnak, míg az ő apjának, és akkor az ő apjának, és ezért van ez a kapcsolat így rokonokkal visszamenőleg. Ilyen bonyolult, de hogyha urat szolgálunk, akkor minden egyszerű, akkor nem probléma semmi, mindenki jót kap tőlünk. Igen, akkor magas szintű állat leszel. Mint a, ott van Srimad Bhagavatam, ott van egy példa. Ott volt Bharat Maharaj, brahmana volt, egy komoly lelki szinten volt, de mégis, ugye ott találta egy kis őzikét, végtelen volt, és akkor gyerek, őzike, hogy mondjuk kölyök, vagy nem tudom, és elkezdte gondoskodni róla, és gondoskodni, felelősséget vállaltam, és egy ragaszkodás kialakult, és mikor haldoklott, akkor gondolta, hogy jó, most ki fog gondoskodni az őzikére. És hiába fellett szinten volt, következő életben őztestét kellett kapnia. Bár, mivel szent életet élt, ezért őzteste volt, de a tudatja szenté volt. És ő tudta, emlékezte, hogy mit csinált, és ezért már őzként is elkülönült volt az őzöktől, mert minden, mert emlékezte, hogy milyen hibát követte el, aztán sikeresen utána, ugye, következő életben már szent élete volt megint, és utána ment tovább. Szóval megbuktunk, hogyha, mert nekünk nem egy életet nézünk, hogy most jaj, most következő élet, hanem több élet van, ugyanúgy, hogyha megbuktál egy osztályt, akkor újra mész osztályba. Vagy valamikor kell átmenni egy kis büntetés, utána jössz és folytasz, ugye. Az életek is úgy működnek, egyik élet másikkal van a kapcsolatban, akkor neki kellett egy kis szünetet tartani őz testébe, utána a következő emberi testbe folytattad. Megkérdezem, hogy ők nem akarnak kérdezni? Nem? Jó, oké, parancsolj. Hát félistenek is tudnak jobban megérteni Istent, mert sokkal intelligensebb, mint az ember. Csak egy problémájuk van, túl hosszú az életük, és több nagy élvezeti lehetőségek vannak. Mi itt nálunk ma a földi élvezet, az gyerekjáték. Az mellett mit kaphatnak a félistenek a fősőbolygó rendszereken? És akkor probléma az, amikor te kapsz ilyen javákat, akkor neked élvezet mellett, és közben, mikor a földön ember élvezi, akkor karmát csinál. Bűnt követi el, karma lesz. Amikor a félistenek élveznek, ők nem csinálnak karmát. És mikor te ott vagy,
és zseniálisan intelligens vagy, és tudnám nagyon fejledni lelkileg, de ez a csábítás, hogy olyan élvezet, ami a Földön nincs. Azért magasabb rendű bolygók, mert magasabb rendű élvezetek vannak. Szóval ott olyan csábítás van, plusz nincsen karma ennek, hogy szabad akaratot nehéz használni arra, hogy lelkileg fejlődjek, és ezért mindig belebukok ezekbe az élvezetekbe. De a Földön sokkal erősebb a szabad akarat, és ezért néha a félistenek imádkoznak, hogy Földön akarnak születni, mert itt jobban lehet használni szabad akaratot. Ott már annyira nem. Ott nehezebb. Mint, hát úgy van, hogy a földi bolygórendszer, ez a középső bolygórendszer, akkor van az a felső bolygórendszer, ahol vannak a félistenek és más lelkek, akik megérdemeltek oda menni jó karmával, és van alsó bolygórendszer, ahova szintén megérdemeltek menni rossz karmával, mint a pokoli. És lent, pokolba ember nem csinál karmánt, és nincs szabad akarat. Ott el kell fogadni a büntetéseket. Ott nem fogsz, mint az ember, mikor börtönbe kerül, ott már nincs szabad akarat. Akkor most mindenki megy sétálni, mindenki sétál. Bemennek a cellába, bemennek a cellába. Kész. Annyi. Nem csinálsz karmát. A felső bolygórendszer szintén nem csinálsz karmát, mert ahogy a pokolba fogsz elkölteni a rossz karma bankszámláját szenvedésekre, a mennyei bolygókon vagy a felső bolygórendszeren a jó karmájának a bankszámlát költesz. Ezért nem csinálsz karmát. És ezért a szabad akarat is kevés, ott is, az élvezet miatt, ott a büntetés miatt nem döntesz semmit, mert ölelnek veled üzzasztó nőt, ez kész. Nem tudsz dönteni mást, mert akkor azt kell ölelni. Vagy kátrányt inni, vagy ólomot inni. A mennyi bolygón ott ugyanúgy, ott van neked élvezett dolgok, és te annyira ott akarsz ezt csinálni, hogy nem nincsen szabad akarat, mást csinálja. De a Földön te fogsz dönteni, itt minden nap nekünk van, mi minden nap döntés előtt vagyunk. Most hogyan reagáljuk valamire, most hova megyek? Moziba popcornozni, vagy lelki programra a baktákhoz? Van a szabad akaratunk, mindig tudjuk dönteni. Ezért a földi bolygó a akarat szempontból legfontosabb bolygó, a bolygórendszer. Nem csak egy földi bolygó van, itt van egy bolygórendszer. Ez a középső bolygórendszer, az a legkedvezőbb ennek. Így ezért sokan akarnak inkább a Földön születni. Most jönnek inkább több alvilágból. Igen, mert most a Kali Yuga korszakban van egy léc, hogy milyen a léleknek itt a anyagi világban milyen természettel, tulajdonságokkal kell rendelkezni, hogy elég legyen ahhoz, hogy emberi testet kapjál. Az lejjebb csak állati test lehet. De ebbe a Kali Yuga korszakban, hát ahogy te mondtál, sok állati tudatú ember van, mert léte lejjebb van. Most már sokkal több ember kaphatja, mint hogyha nem vagy méltó tényleg emberi életet élni, mert ember élet, ez nem a test határozza meg, hanem a tudat. De most már lejjebb van véve, most hogyha még nem is annyira komoly a tudatod az emberi testhez, akkor is kaphatsz. Ez egy kegy, igen, mert most ugye 10 000 éven keresztül lesz, vagy már elindult ez a kis kegy, hogy bárki ember tud lelkileg fejlődni, akár állati tudattal, akár emberi tudattal, mindenki tud menni vissza Istenhez. Amikor Kali Yuga, az Kali Yuga. Az mindenhol Kali Yuga. Igen. Igen. A Földön jobban lehet érezni, de mindenhol lehet érezni. Jó. Más. Van még? Jó. Hát úgy, hogy pont az a kérdések,
Az jó kérdések, mindig jó. Hangosabban. Az egyik van, hogy a Bhakti-kerékkel az a természeti minden rosszabb. És mindig jól fogom meg. És az azt jelenti, hogy most tudja, hogy a kérdésnek, amik azért itt a külük az esőt, meg a felhőket, meg a jobban az időjárás. És most az a kérdés, hogy maguk azt látják, hogy mi nem csinálunk elég Jagrat, a Mahamantra emeget énekelünk, akkor ez nagyon rosszul fog, és akkor azt fogja mondani, hogy jó, ti nem akartok jót, akkor csináljuk, akartok, és akkor mi nem foglalkozunk veletek. Ezzel valami, és mi lehet, amelyik mi énekelünk, és egyre több Jagrat végzünk, és egyre több szekélyfesztivál, nem tudom, akkor ő azt fogja mondani, hogy jó, akkor ti ezt szeretnétek, és akkor már közünk nektek elsőt, meg minden. Igen, hát úgy Bhagavad Gita-ban is lehet olvasni, hogy, hogy a rezsi, amit kapunk, az nem csak a házban van rezsi, villanyfűtés, hanem a bolygón is van rezsi. A fűtés, nap, szél, levegő, eső, és ez nincsen ingyen. Ki már, ki, ti ingyen laktok? Ugye? Kell fizetni. Gáz, villany, minden. Víz, igen. Szóval ugyanúgy a rendszer az, hogy itt is kell fizetni, és ezért vannak mindenféle védikus ceremóniák, hogy kell felajánlásokat végezni. És régen minden kultúrában volt. Aratási fesztivál, mikor akkor Magyarországon volt, akkor volt egyféle ceremónia, amikor úrnak meg volt köszönve, hála adva a természetnek, mindennek, hogy volt jó időjárás, és így tovább. És ezt kell csinálni, hogy volt speciális ceremóniák, és mikor emberek, vagy csak mindenki Isten hívő, akkor nem kell ceremónia semmi. Ugye Isten hívő vagy, akkor ideális időjárás lesz. És régen volt is, ugye nappal süt a nap, éjszaka esik az eső. Ez az ideális. Nem kell napközben esni esőnek. Éjszaka. De amikor emberek abba hagynak vallásos tradíciókat, csak szavak maradnak, hogy én ilyen vallású vagyok, én olyan vallású, de bűnt követi el. Amikor bűnöznek az emberek, akkor változik az időjárás. Akkor jönnek a katasztrófák, akkor jönnek a globális felmelegedések, akkor jön, hogy májusban esik a hó, amikor december 24-25 fok van kint az utcán, és akkor ez az, amikor ember bűnös életet él. Egy példát tudok mondani, ott van az Anglia, amiben tudjunk, minden nap esik az eső. Ez nem volt ilyen pár száz év ezelőtt. Ott nagyon jó időjárás volt, csodálatos. Probléma az, amikor ők elmentek Indiába, és ott nagyon a szentélyeket, szent helyeket, szent embereket ellen bűnt követik el. Ez a visszahatás volt, hogy most ilyen az időjárás Angliában. Meg lehet nézni pár száz, nem tudom hány száz évvel visszafele, hogy ott nagyon szép időjárás volt. Ez a bűnöknek a visszahatása, amikor ez egy büntetés. Szóval a rossz időjárás, ez büntetés. Ezért, hogyha minél több ember nem vitatkozik, veszekszik, hanem urat szolgál, és mindenki saját útjon, nem probléma, nem kell krisnás, mindenki legyen, hogy de Istent próbál elégedeti tenni, ő örömére cselekedni, őt imádni, akkor az időjárás az lesz hibátlan és tökéletes, mert félistenek, akik irányítanak az időjárást, ők az Úrnak a szolgái, és hogyha látják a teljes Úrat szolgálat, akkor ők elégedettek, és akkor adnak jó javákat, hogy szépen tudjunk élni.
Így van. Hogyha mindenki, hogyha Isten elégedett, akkor mindenki elégedett. Van nektek kérdése? Nem. Akkor neked van? Akkor mondd egy utána te. Igen, mert ez a világ, mivel árnyék a lelki világnak, ugye a lelki világ örök, ott sose változik, ott mindig stabil, jól. Az anyagi világban mindig jól kezdődik, és rossz a vége. Van 4 korszak, ugye, az egész univerzumnak a működését. Ez azt jelenti, hogy aranykorszak, szatya yoga, és utána rosszabb, romlik. Itt minden. Ebben a világban ítélve van minden, elsorvadni, elromlani, szétesni, minden esik szét végén, atomok esnek szét, minden esik szét a végén. Az igaz, de az embernek feladat, ez már rossz karma, hogy mi most itt születtünk, a rossz korszakban, ez a mi problémánk, de lehetőség Isten adja bármilyen korszakban, már lényeg, hogy nem maradjunk itt és várjunk a következő Kali Jugát vagy valamit, hanem a lényeg, hogy menjünk ki, fejezzünk be karmát, gyakorlatokat, lelki gyakorlatokat, és menjünk ki vissza a lelki világba. És aztán itt, ami lesz, ez nem a mi helyzetünk, és minden léleknek ki kell menni. És még a Kali Jugában is van lehetőség, ugye, mint most 10.000-es korszak van, ami 500 év ezelőtt elkezdődött, ami javulni fog a Föld. Most javulni fog, most egyre több ember fog, démonok, vagy úgy mondjuk rossz bűn mindig fog maradni, de nagyon sok ember lelki életet fog élni. Aztán most az időjárás is lehet, hogy fog változtatni, azt most nem tudok mondani, hogyha többség lesz vallásos, akkor fog változni az időjárás, mert ez a törvény. De 10.000 év múlva, akkor még Isten szó is fog megszűnni. Szóval már szótárba se lesz. Nem pont 10.000 év múlva, azután. Azután, egy idő múlva, már nem is lesz olyan fogalom, hogy valamikor emberek Istent imádnak. Ez egy pár ezer évig még lesz ilyen történelemben, hogy volt olyan valami Isten, ami kitaláltak emberek hülyeségben minden, szóval annyira materialisták lesznek a végig, hogy ha teljesen végén már olyan szó, hogy Isten nem lesz. Igen, de mi ez a, igen, de mi ez a sátán? Azt sokan mondanak, nem mindenki érti. A sátán az a bűn. Amikor én bűnös életet élek, ez a sátánizmus, ez a sátán, maga a bűn, ez egy cselekvés. Nem, hogy valaki jön engem megköt, nem. Az én rossz választásaim, a bűnös fele választók ezt az életet, ez a sátán. Ja, ezeket nem mondhatjunk, hogy sátán a pápa, mert a pápa van jó, pápa van rossz. Pápa, ugye ez a személyiségen múlik, hogyha vallásos, tiszta szívű a pápa, akkor ő pápa. Na, ugyanúgy Krisnás is tud lenni sátán, hogyha nem Krisnás dolgokat gyakorol, csak nevezi magát Krisnásoknak. Jó, ez egy más dolgok. Ez van a pápa, aki Rómában van, az szent poszt, aztán most a szanszkrit szó, az nem pont a római pápáról mondja. Ezért óvatosan ezen, mert adásban vagyunk, hogy félreértések ne legyenek, hogy a pápa pozíció szent. Az az ember, aki pápa pozícióban van, amennyire szent életet él, annyira szent. A
Aztán most a szanszkrit szó, ami nem a római pápára gondol, hanem a cselekvésre, amit jelent, az külön dolog. Másik, hogy jobb, hogyha mi ne kezdjünk párhuzamot hozni mindig a vallások között. Mert akkor, amikor van ilyen hangulat, hogy mindig nézünk az a vallás, akkor mintha mi jobbak vagyunk. Mi próbáljuk lenézni valakit, hogy mi látjuk, keresünk bizonyítani, hogy mi milyenek vagyunk. Nem, nekünk nem kell. Nekünk kell tisztelni mások vallásokat, és mi foglalkozunk a mi vallással. Nem kell hasonlítani, mit jelent, mit nem jelent, ő hogyan gyakorol, mert úriember sosem nézi senkire, ő mikor gyakorol, ő nézi, én mit gyakorolok. És mi tiszteljünk mindenkit, hogyha ő jó gyakorol, és ő jó, és ő jó, mi nagyon-nagyon tisztelünk és bátorítjunk, de minket érdekel, én mit gyakorolok az én helyzetemben, mert lehet rossz krisnás is lenni. Igen, ezért nekünk ez egy fontos dolog, hogy sose hasonlítjunk, sose ítéljünk. És ez nem csak vallások között, ez még hogyha ember akar menni karrieren, sikeres lenni, addig, ameddig másokat piszkálja, nem magával foglalkozik, addig nem fejlődik, mint egy vezető, mint egy bármilyen siker. A siker akkor lesz, amikor a magammal foglalkozok, hogy én akarok változni. Nem akarok őt megváltoztatni, meg őt, mert ez az ő dolga. És az a vallásoknak, az ők dolgok, amit ők csinálnak. Mi nem akarunk lenézni, mi felnézünk rájuk, hogyha aki gyakorol, felnézünk, de mi nézünk a mi dolgunkra, és akkor fejlődni akarunk. Így van. Így van. Így. Ezért mindenki, aki vallásos, mindenki szolgálja az Urat, és mi tiszteljünk és felnézzünk rájuk, és nem teszünk különbséget, és nem mondjunk, hogy magas lóról, hogy hó, mi vagyunk az egyetlenek. Nem vagyunk mi az egyetlenek. Igen, sok embernek segített. Hát valakinek Jézus Krisztus, valakinek Buddha, valakinek valaki más. Sok embernek volt komoly segítség, és ezért mi mindig hálások vagyunk. És nagyon tisztelt, hogy Jézus Krisztus, hát az egy tiszta személy, lelki tanítómester, aki egyből lelki világból jött Isten fiánként, szóval ez nem kérdés. Ezért nem szabad a követőket összehasonlítani valamivel, mert aki követi őt, az nagyon jó. Igen, így van. Amikor valaki gondolja, én vagyok külön, én vagyok kiválasztott, én vagyok jobb, nem szabad csinálni, mert nem azért, mert ők haragszanak ránk, ami automatikusan lesz, hanem nekem nem jó. Az lehet, hogy ők felháborodnak, és jogos lesz, de nekem nem jó, mert én nem fejlődök. Mikor én, érted, hogy mikor van egy atya, és van két testvér, és akkor én mondom, ő rosszabb, mint én, de atyának mind a kettő fia az ő fia. És akkor valaki mondja, hogy ő olyan fia, aki keresztény, a másik fia, mint muzulmán, a harmadik, mint zsidó, és valaki krisnás, de mindenki, aki atya, mindenki atyától származik, szóval ez jó lelki személy, bármilyen vallású, ezt lát. Mindenki egy atyának a fia, lehet, hogy más úton megy, de megy felé, és őt szolgálja az atyát. És hogyha ez lát, akkor sose lesz vita. És sose fogsz lenézni, hanem nagy tisztelet lesz mindenki felé. És mindenkinek így kell látni. Akkor nem lesz rasszizmus. Meg robbanások, meg háborok, mert mindenki látja, hogy testvérek, egy atyának a gyerekei vagyunk. És amikor ilyen vak, szűk, és akkor verekednek, mint volt egy ilyen példabeszéd, vagy példa, két fia masszírozta az apját. Apja lefeküdt, és akkor masszírozták. És akkor megbeszéltek, hogy én ezt a részét
masszírozok te ezt a részét. Jó, és akkor masszíroznak. És akkor egyik testvérének a keze elment a másiknak a területére. Azt fogta, visszatolta. Akkor megint valahogy oda ment. Azt fogta, oda csapta kezére, utána oda csapta az apjának a testére. Ez az én részem, mondja a másik. Nem, ez az én részem. És elkezdtek csapkodni, de kit csapkodták? Az apját. Szóval ugyanúgy, így kell látni, ugyanúgy ez a föld, ez az enyém, ez a föld része, nem, ez minden Istennek a földje. Mondja Prabhupád, Amerikára jönnek emberek, és mondják, hogy ez a mi Amerikánk, de Amerika az létezett, mielőtt oda mentél. És mikor te meghalsz, azóta is létezik Amerika, akkor hogy mondasz a te Amerikát? Vagy Magyarország, vagy valami? Hanem ez az Istentől kaptunk, és akkor nekünk ezt kell látni, és lehet, hogy Isten vagy a karma elrendezése, itt születem, ott születem, oké, ezt kaptam, amit kaptam, ő kapott, amit ő kapott, és akkor éljünk jó kapcsolatban. Nem kell az ő területre szaladni, mert ez az enyém. Nem, ő ezt apjától kapta, azt a bankszámlát. Igen. Mert egy szent ember ki tud békét tenni mindenkit. És hogy ez egy ilyen mondás volt, igen, hogy Prabhupád felépítette egy házat, ahova belefér egész világ, és békésen élni. Igen. Azért, mert annyira érett, és azért pont így, amit most is meséltem, hogy kell látni más vallásokat, ez a Prabhupádnak a látása volt. Ezért nincs vita, hogy ki jobb vallású, ki rosszabb vallású. Jó. Más témákat is lehet kérdezni. Hát hosszú is, meg nem is hosszú. Alázatosnak a fokozatai végtelenek, lehet menni nagyon, nagyon alázatos. Nem lehet mondani, hogy már valaki eleget alázatos, az lehet gyakorolni sokat, de alázatos, az nem jelenti, hogy buta. Alázatos, ez aki természetes is, aki tudja, hogyha tudom, hogy ahova fogok menni, ott mindenféleképpen fognak engem csúfolni, és oda megyek, akkor buta vagyok. Mert alázatos vagyok, és azért tudom menni. Nem, akkor nem megyek oda. Hogyha úgy jött ki a lépés, hogy úgy bekerültem, ahol ezt csinálnak, akkor hogyha tudok változtatni, akkor igen, hogyha nem, akkor elfogadom. Ugye valamikor lehet változtatni, például csúnyán valaki velem beszél, akkor mondhatom neki, kérlek, én téged tisztelek, és nem beszélek vele csúnyát, akkor nem kell velem csúnyán beszélni. Szóval kell alázatos, meg kell intelligens is lenni mellette. Szóval látni, hogy hol mit lehetne változtatni, hogy mit az, amit el kell fogadjunk. Például, szóval amikor lehet harcolni is, és még ez is alázatos, amikor támadnak a családot, és meg akarnak ölni gyereket, feleséget, és akkor én alázatosan állok, akkor bűnkövetem el. Akkor nekem alázatosan meg kell ölni az agresszort. Másképp megöl a családomat. De inkább, hogy alázatos az azt jelenti, hogy én nem vagyok ez a test. Nem vagyok ez az elme. Én egy lélek vagyok. És bármi, ami történik ezzel a testtel, ez én megérdemelek. Ez alázatos. Hogy senki se hibás. Még hogyha engem csúfolnak, vagy bármit csinálnak, olyan emberek, akiknek én nem tettem semmi rosszat, az alázatos ember tudja, hát én másokat bántottam valamikor, most visszakapok, ők csak egy eszköz a visszahatásaimban. Ott van
megint, hogyha visszatérünk Jézus Krisztusra, tökéletes példa, ő nem tette semmi rosszat azoknak a zsidóknak, a papoknak, a katonáknak, a romaiaknak, hogy keresztre feszítsenek. De elfogadta. Alázatos. És természetes. Persze, nem kell mindenkinek ezt csinálni, mert erre kell egy lelki szint. Mivel Jézus Krisztus volt egy lelki szinten, azért ő Istennek a menedékében volt mindig, és nem szenvedett. Így tudta ezt a mély alázatot gyakorolni. Mi nem vagyunk ezen a szinten, ezért nekünk olyan alázatot kell gyakorolni, amelyeket el tudjunk még bírni. Mert például, hogyha valaki engem bánt, és én alázatos vagyok, az azt jelenti, hogy nem lesz pszichikai traumám. De hogyha látom, hogy mindjárt lesz ebből traumám, és utána egész életemben ezzel fog élni, akkor nem kell így. Mert nem vagyunk ezen a szinten. Ez alázat, minél erősebb, minél fejlődtebb lelkileg az ember, annál képes jobban igazán alázatos lenni. Mert ez komoly dolgok. De gyakorolni mindig kell. Legalább azzal kell kezdeni, hogy az is alázat, ahogy mondtam, bármi, ami velem történik, senki nem hibás. Lehet, hogy valaki, aki engem bánt, ő az eszköz annak, amit én megérdemelek. És ezt lehet meditálni gyakorolni. Ez az ő dolga. Ez az ő dolga. Megint, ne foglalkozzunk senkivel. Ez is másik, ez egy ilyen felelőtlenség, mikor én másra gondolok, te neked, mi ő neked. Nem foglalkozok vele, mert nincs van hatáskörömbe, de nincs hatáskörömbe, mert a karma működik így, hogy nekem van egy karmám, hogy kapjak valakitől fejre, akkor az a karma nem küldi egy ilyen embert, aki bárkit, hanem akinek hajlam van bántani másokat. Őneki már van karmában ez a hajlam. És ő jön és bánt engem, ő magának csinál ezt a rossz karmát, de ez az ő dolga. Mert ő is tud dönteni, van szabad akarata, én nem fogok bántani ezt az embert. De most, mivel hajlam van, az erősebb lett, akkor mondom, én bántam őt, megyek, jó, akkor csinálok, ő csinál magának karmát. És akkor mit tudjunk csinálni? Imádkozni érte. Mert Jézus nem mondta ott a kereszten, ti mit csináltok, karmát magatoktok csináltok, bűnt csináltok, én jöttem atyától, és ti engem keresztre feszítettek, megvertétek, végetek van, pokolba mentek, egyáltalán nem mondta ilyet. Mert sokszor bakta úgy csinálja, na bántsál, majd pokolba mész, majd úgy fog szenvedni, há, ez nem helyes. A helyes az, hogy kérem, Uram, bocsáss meg neki, mert nem tud, mit csinál. Így kell élni az életet. És ez az Jézus tanítás egyenlő a Bhagavad Gita tanítása. Hogy mi nem gondoljuk, na ma ezért te most engem baktál, megbánt. Ez megint ilyen magas lóról kezdek, ez a büszkeség. Az alázatos, amikor én elfogadom, megérdemelek, hogy ő bántson engem, és még érte is imádkozok, hogy ő neki jó legyen. Na, ez az alázatos. Nem, hogy én alázatos vagyok, nyomja, na majd de mész pokolba. Én alázatosan elfogadom. Az nem alázat, az büszkeség. Viktor. A buddhizmusban volt valahogy hasonlóképpen megfogalmazva. Ott ugye azt mondták, hogy ha bántanak téged, akkor ne azt nézz, hogy most neked akar ártani, hanem abba kell együtt érezni vele, hogy ő neki lehet, hogy rosszabb most, mint neked. Mert nála nagyobb a zűrzavar, mint a tudatában, és ezért ő szenved. Igen. Igen. Hát itt csak egy egyszerű pszichológiát megnézünk, hogy csak saját magunkat. Amikor mi jól vagyunk, akkor mindenkit dicsérünk, nem? Mindenki jó és szép. Amikor rosszul vagyunk, akkor mindenkit szétszedjünk. Szóval, amikor bánt téged valaki, azért bánt, mert ő szenved. Aki boldog, az sose tud téged bántani. Jön, ó, Viktor,
te jó, hogy itt vagy. Ugye, hogyha szenved valaki, no, milyen fenét jöttél ide, te Viktor. Ugye, miért? Mert ő szenved. Így van. Igen. Ugyanúgy buddhizmus tanítások, tessék. Jó. Áki? Online érkezett egy kérdés, Krisztián Prabhutól. Na, Krisztiántól. A kérdés a következő, hogy Krisnát lehet-e szolgálni mennyei bolygón? És hogy ők is eljönnek szolgálni Krisnát? De lehet mennyei bolygókon, lehet szolgálni Krisnát, ugye a felső bolygó rendszeren. Hát lehetőség van, azért ott lehet tovább lépni, fejlődni, hogy elmenjen lelki világba a lélek, csak a szabad akarat nehezebb. Szóval ott vannak templomok, amúgy imádva vannak, ott mindenki ismeri Istent, csak a élvezeti vágy az egy kicsit erős. Itt az időnk? Nem? Szóval lehet. Lehet, csak nem mindenki teheti. Az élvezet miatt. Az ugyanúgy, mikor bemész kazinóba játszani, és nyersz meg minden, akkor nem, akkor mondod, figyelj, most már kell ide-oda menni, nem, most benne vagyok, most sajnos, ne. Csak lelki világban, vagy a mennyi bolygókon ez brutálisabban megköt az ember elméjét, és szabad akaratot ember nem fog kiszedni ebből. Jó, szóval lehet imádni, van lehetőség, kell is, az lenne a megfelelő, csak sokszor csábítás elviszi az embert. Mint a jógiknál, ugye a jógiknak a lényeg elérni Isten szolgálatot, de mikor jönnek a misztikus képességek, az elcsábítják a jógit, és akkor fakír lesz belőle, mutatja, hogy itt átmegyek a falon, eltűntem ott, megjelentem itt, materializálok dolgokat, és akkor bohóc lesz az egészből, a jogiból. Mert ő irányít, és ez egy élvezet, hogy csinálna ezeket a misztikus dolgokat, átmenne a falakon, meg sok minden más, ugye 23 misztikus képessége létezik, és ezért olyan csábító, hogy a jogi tovább nem fejlődik lelkileg, ott bemarad. És ugyanúgy, mikor mennyi bolygókra kerülsz, ott van lehetőségek, csodálatos templomok, meg minden, és neked van legjobb képességét ezt csinálni, de annyira el vagy csábítva élvezettel, hogy egyszerűen nem érsz rá. Ahogy szokták mondani, hát mi nem voltál programon? Nem érek rá. Hát arra ráérsz, amit a prioritásod. És anyagi, hogy a mennyi bolygókon prioritás, érzékjelenítés. Mert nincs karma, nincs bűn. Tudod, végre itt a Földön minden érzékelégítésnek van karmája, és itt a mennyi bolygókon nincsen végre, fú, akkor más nyomjunk. Az a baj. És ez a tisztában van, teljesen. Tisztában, de mikor élvezel, akkor elfelejtesz, nem? Dolgokat. Ugye, mi benne vagyok, most nem gondolkodok rá. Majd a végén. Csak még egy kicsit, és akkor túlmentél minden végét. Igen, ez a legmagasabb élvezet. Igen. Igen. De itt karmát teremt a nem élet. A mennyi bolygókon nem. Igen, ott nem. És ott vannak apszárák, speciális prostituált lányok, akik még magasabb tudatú, mint a földi nők, ott tiszteletre méltők, mi nagyon magas élőlények. És ott, mikor van nemi kapcsolat, az nem bűn, és nem nincs gyerek. Nincs. Szóval itt csak akkor nem bűn a kapcsolat, mikor van következménye a gyerek. Mert itt a Földön ezt kell csinálni, ez a felelősséget vállalni. Ott nincsen. Ott a gyerek csak a végén lehet valamikor. Nem. Szóval ott ez nagyon-nagyon elcsábítja. Bocsánat, mert mikor ott a vége, visszakerülsz a Földre. Mert ez nem úgy van, hogy tud abba mennyi bolygókon örökké élvezem, amennyi van bankszámládom. És mikor csutkára éget ez a bankszámlát, akkor nem is kapsz emberi testet a Földön. Mert nincs már karmában, mert te emberi test, ez is kell egy bankszámla. De ott lenullázza az ember
minuszba megy. Mikor ember kazinóba megy, és akkor van ez a, hogy hívják, ez a temperamentum játszani, és kezdesz veszíteni, akkor kezdesz kölcsön kérni, mert mindjárt nyerek. És akkor minuszba mész. És akkor persze, mennyi bolygókról sok szó. Ott figyelmeztetnek, hogy mennyi bolygókon, ha azt mondják, figyelj, ennyi karmád van, hogyha most abban hagyod az élvezetet, visszamehetsz földre, és még ember. De mikor benne vagy, mondd, figyelj, élvezni akkor végig. És akkor, mikor mínuszba mész, akkor ki vagy dobva. A mennyi bolygó, vannak leírások, hogy hogyan dobnak ki a lelkeket onnan. És akkor ők esnek le anyagi föld, földi világra, és akkor alacsonyabb rendű életet kezdenek, mert nincsen bankszámlak. Nem, pokolba nem kell menni. Az már pokol kidobás onnan. Ott már pokoli, mert onnan kidobás szenvedélyes, nagy szenvedély, szenvedések. Nem akarok most részletezni, mert nem akarok elrontani szép napotokat. Mert van folyamat, hogy hogyan lélek onnan kikerül. Ne, anyagi világban nincsen jó hely sehol. Itt a Földön mindig el kell búcsúzni a rokonoktól, utána járni hozzájuk november 1-jére temetőre. Akkor mindig van szenvedés, mindig van boldogság, ami rövid a boldogság, több a szenvedés, a betegség, a halál. Itt Dukhalaya Sasvatam, ugye Krishna, ő teremtette anyagi világot, és mikor mi veszünk egy gyártós mosógépet, akkor ő leírja, hogy mire való. Azt mondja, mosni való ez a gép. Ugye ezzel nem lehet főzni benne, nem lehet kukoricát pattogtatni, hanem ez a ruhamosás funkció, ez a gép. Ugyanúgy Isten, amikor megteremtette ezt a világot, akkor mondja, mi a funkció a világnak. Dukhalayam asasvatam. Ez azt jelenti, hogy dukha, szenvedésnek a helye, ide lelkek jönnek szenvedni. És asasvatam ideglenes, minden ideglenes, és már ez is szenvedés. Ma van nekem minden jó, holnap van minden rossz. Ezért hiába mennyi pokolból, mindenhol rossz. És ezért lelkeknek, mi most, mint a ebbe világban vagyunk, mint a hal a sivatagba. Nem tudjunk boldogok lenni ebbe világban. A halat vissza kell rakni vízbe, ugye a lelkeknek vissza kell menni lelki világba, ahol eredeti családunk van, rokonunk, és öröki boldog életünk van, szeretett alapú, tiszta szeretet. Azért itt vagyunk. Lecsúsztunk egy kicsit onnan. Mert van szabad akaratunk, és akkor szabad akaratunk miatt csúsztunk ide. Igen? Aki már itt megjárt, az már onnan nem esik le. Nem, az már nem esik le sose. Már nem akarja. Igen. Aztán lelki világ szempontból az, hogy mi itt több millió születésen vagyunk, vagy több százmillió, az lelki világ idő szempontból az csak ilyen pislogás. Nálunk itt sok idő mellé múlik, de lehet, mi csak ott pislogtunk egyet, itt már megjártunk több millió születés, halál, háborúkat, minden. Igen, igen, ez csak egy, így van. Lelki szempontból igen, igen, de most ki van így húzva az időnk, most tapasztaljunk az időt itt. Más. Hát mint az anyagi világ belül is időérzés máshogyan működik. Ugye például a mennyei bolygók rendszeren ott egy nap érzi egy fél év. Ugye azért van a 4 hónap nekünk, ez az éjszaka, mennyi bolygókon, és ez a Chaturmasya, ez a kb. Augusztus, a júliustól valahogy így kezdődik 4 hónap, ami mondják, hogy esős szezon Indiában, azt mondják, hogy az mennyi bolygókon ez egy éjszaka. Neki csak egy éjszaka, nálunk egy 4 hónap tűnik el. Nekik egy nap, nálunk 6 hónap.
Hogy? 5 máshogyan, 5 a mennyi évek szerint élnek. A más az idő, persze. Hát mondom, azért mennyi, mert mondom, ott nekik egy nap, ahogy mi reggel felkeltünk, és cselekvő aktív napunk van, este 6-ig mondjuk, náluk ugyanez a nap, a Földön ez már 6 hónap. Érted? Akkor ez csak egy nap. Akkor egy év, hogyha kiszámolni lehet, akkor hogyha 365x6 hónap, akkor ez nekik egy évük csak. Ezek a mennyi évek, igen, és akkor több ezer mennyi éveket élnek. Ottani számítások szerint évek, nem a mi földi évek, mert akkor nálunk a földi évek, ez már több ezeres szerű. Akkor van egy kérdés, ugye ezt olvastam meg hallottam többször, hogy Indiában tudatosan azt csinálják, hogy egy jó karmát szedik fel, és akkor majd akkor a mennyországba menni, és akkor azt leégetik, és akkor visszajönnek, és akkor megint felszedik, és akkor leégetik. Igen, van egy ilyen karma kanda. Karma yoga, karma kanda, amikor én próbálok kötelességet végezni, hogy elmenjek mennyi bolygókra, de utána visszajövök. Vége van mindennek. És pont erre van, hogy a Krisztán fogadat, mint azok, hogy azok nem nagyon intelligensek, akik félisteneket imádják, és pont ezt a karma kandát csinálják. Több szempontból gondolom. Mi? Mert antavanta, azaz, mert imádnak félisteneket, de félistenek ideglenesek. Akkor a gyümölcs is ideglenes. És azért Krisna mondja, de aki engem imádja, mivel én vagyok örök, akkor a gyümölcs is örök. Ezért szerencsére nyugati világban, nyugati a vallásokban ki is van iktatva a félistenek, ami jó. Ami, csak Istent mindenki imád, és az a jó, mert mikor Istent imádod, ő örök, és a gyümölcs ennek az imádatnak örök. Valami, igen, vannak angyalok, ami nem lelki világban vannak, hanem mennyi bolygókon, és ők egyfajta emberi faj. Ugye van az univerzumban 400 000 emberfaj létezik, és akkor vannak a gandharvák, vannak angyalok, ez minden egy ilyen emberfajok a 400 000 között. Igen. És akkor ők énekelnek szépen, meg zenélnek. Igen. Igen. De akkor a többiek, mondjuk ezek a mindenféle... Nem mi vagyunk abban, hanem a testünk. Mi lelkek, mi lélekből vagyunk, ez fontos, mert mi nem vagyunk ez a test. És ez a test, ez a föld bolygó, itt a földelem dominál, és akkor mi csak olyanokat, ez a szem képes látni, ami földelemből van. Igen. Hogyha valami finom dolgokból van, az már ez a szem nem lát. Viszont, hogyha valaki magas tudattal, azt tud látni, szóval nem mindig a szem a lényeg, hanem a tudat a lényeg. Ugye a Prabhupát sokszor, mikor volt kirtán, kérdezte baktáknak, na itt volt Narada Muni, Úr Bráma, Úr Siva, láttatok? Nem. Ja, igen, elfelejtettem, hogy ti nem látjátok. Szóval, igen. De nem is fontos látnunk, nem ezzel kell foglalkozni, őket lássunk, azzal kell foglalkoznunk, hogy Úr vegye vészre minket. Mert ugye a Bhakti Siddhanta Maharaj azt mondta, ne próbáld meg Istent látni, hanem próbáld meg úgy cselekedni, hogy Isten téged lássan, észrevegyen. Szóval vonz a cselekedetekkel, vonz magadra Istennek a figyelmét. Az a kedvező. Igen, az a jó, így van. Hogy én próbálom. De hogyan akarok, hogy... De hogyan mondjuk, hogyha most nézzünk a férfi-nő kapcsolatot, hogyha egy férfi vagy nő követeli, hogy láss engem, az nem jó, nem fog működni. Hanem úgy cselekszik, ugye a férj adja a virágot,
ajándékot elviszi valahova, akkor ezzel vonza a figyelmét magára. A feleség finomat főz, vagy valamit mond neki kedveset, akkor így, ugyanúgy Istene, hogy mi próbáljunk Isten kedvébe járni, ezzel fel fog figyelni ránk. Akkor megkapjuk minden áldást tőle, minden kedvező. És akkor felébred Isten irányi szeretet. Igen, hát ő látja, hogy igen, itt az Atya, és akkor mi, itt van egyik vallás, itt a másik vallás. Mindegyik őt próbál elégedetté tenni. És hogyha én így próbálok látni őt, a másik vallást, és tisztelem őt, és hogyha kell, segítek, akkor Isten velem elégedett. Mert én az testvéremet megfelelően láttam, hogy ő is atyámnak a fia. Így van, mikor gyerekek, nem veszekednek. Amikor veszekednek, akkor hogy mondja a szülő, mindegy ki a hibás, mindketten fogtok kapni. Isten is ezt csinálja, hogyha két vallási ember kezd veszekedni, és lehet, hogy egyiknek van igaza, másiknak nincs, mindkettőktől Isten elvonja a kegyit. Ezért van egy etiket, azért kell tisztelni másokat, vallásokat, akkor az Úr elégedett velünk. És nem szabad ilyen szűk látású lenni, hogy az én utam is, akkor majd én adjuk a kegyet. Nem, ő is tud adni nekem a kegyet, a másik vallású ember. Rendben. Szerintem befejezünk. Jó. Hát, hogyha nem kérdeztétek válaszokat, gondolom kaptátok. Jó. Oké, akkor majd folytatjunk. Akkor lesz most kis prasádám, igen? Meg kell szenteljünk a felajánlani. Jó, akkor megteszünk. Akkor köszönöm szépen mindenkinek. És akkor Sri Silad Hashama Sundar Ki Jai Sri Sri Pancha Tattva Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Nitai Gora Premanandei Hari Bo.